Üdvözlöm a kedves nézőket! Nyújtszesznak Lilla vagyok, a Szarvasi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa. A mai alkalommal Delia Owens, ahol a Folyamirákok énekelnek című könyvét szeretném ajánlani a kedves nézőknek. Ez az írónő első debütáló regény, amely 2018-ban jelent meg. Nagy sikert aratott, és minden idők egyik legkelendőbb könyvévé vált. Rövid időn belül 39 nyelvre fordították le, és nagyon sokáig vezette az amerikai toplistákat is. A könyvtárunkban is már 5 éve van meg, ez alatt az idő alatt 43 olvasón kölcsönözte ki, folyamatos forgásban volt, nem is nagyon volt szabad polcom. Így én is csak azért most olvastam el, mert most került vissza a könyvtárba úgy, hogy nem volt rá előjegyzés. Éppen emiatt nagy elvárásokkal kezdtem neki a könyv olvasásának, de már az első oldalakon kezdve meggyőzött a könyv, teljesen magával ragadott a történet. Egy izgalmas, legfőképpen eredeti szívhez szóló történetet olvashattunk. A történet főszereplője Kaja Klárs, a lápilány, kinek a története az Észak-Karolina parti menti mocsarakba az 1950-es, 60-as években repíti az olvasót. A műfaja eléggé nehéz meghatározni, hiszen több műfaj keveredik benne. Van benne egy kis krimi, dráma, fejlődés, történet, természetrajz, és egy gyilkosság színesíti a könyvet. A családtörténet adja a drámát a könyvben, hiszen a lányt fiatalon magára hagyja az édesanyja, és utána sorra hagyják el a testvérei is a könyvben. Eleinte nem egyedül marad, hanem részeges, durva, erőszakos apjával hagyják őt ott a mocsárban. Később az édesapja is eltűnik, így a kislány teljesen egyedül marad. Nagyon megható a kapcsolata a természettel, az állatokkal, a vadulak lesznek, és a sirályok lesznek a barátai. És nagyon megható azt olvasni, hogy hogyan él túl a vadonban egyedül egy ilyen kicsi lány. Végül egy szerelmi szál teszi még izgalmasabbá a könyvet. Van egy szintén magányos fiú, Tét, aki segít sok mindenben a lánynak, megtanítja őt például olvasni, és így bontakozik ki köztük egy szerelem. De később bejön egy másik fiú vagy férfi is a képbe, aki honnan elindulnak a bonyodalmak, és ebből adódik a gyilkosság is, de több részletet nem szeretnék elmondani a könyvből. A mocsár élővilága, a leírások, a természet ábrázolás egyedi hangulatot adnak a regénynek, de mégsem viszi túlzásba az írónő, nem válik unalmassá. Az írónő egyébként zoológus is, tehát ez nagyon hozzáad a könyvhöz, ez érződik a sorok között, ahogyan ír az állatokról, a természetről. Éppen emiatt egyáltalán nem meglepő, hogy a filmesek is lecsaptak rá. 2022-ben megfilmesítették a könyvet, meg a könyv elolvasása után megnéztem a filmet is, és szerintem egy nagyon jó filmadaptáció, nem sok mindenben tér el a regénytől. De mindenképpen, aki még nem látta a filmet és nem olvasta a könyvet, akkor azt ajánlom neki, hogy előbb a könyvvel kezdje, hiszen azokat az apró részleteket, azokat az érzéseket nem tudja úgy átadni, mint ahogy egy könyv tudja. Olvasás közben minden fejezetnél más és más érzelmek, érzetek, gondolatok merülnek fel az olvasóban. Ez egy olyan regény, amelyben csodálatos leírások mellett a romantika, a családtörténet, sőt a bírósági tárgyalás is megfér. Szerintem leginkább lélektanilag erős, kiválóan ábrázolja az önhibán kívüli magányt, a valahová tartozás vágyát és a kitazítottságot is. Egy lírai, fájdalmasan szép történet a lápilányról, úgyhogy mindenkinek bátran ajánlom, egy nagyszerű kikapcsolódás, igazi olvasás élmény ez a könyv. Szép estét, kedves nézők, hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit a képernyők előtt, tartsanak velünk ebben a kicsit nagyon hosszúra nyúlt hőhullámban, hőáradatban, vagy minek nevezzem, már nem fokozom tovább, de egy a lényeg, hogy igyanak nagyon sok hideg vizet, folyadékot, teját, mert tényleg nagyon-nagyon veszélyes. Visszatérő kedves vendégünk dr. Dósa Zsuzsa igazgató, az Erdős Szátromból. Pár nap a gyerkőcöknek, és elindul a
az új tanév. Igen, erről nem is beszélve, hogy lassan véget ér a nyár, és kezdődik a következő igen. időszak. És aztán röpke 2 hét, ha jól számolom, és itt van a szélvonapja. Természetesen, igen, és nyilván fogunk erről is részletesen beszélni, hiszen... Most csak azért említem, hogy mindenki a naptárában karikázom. Így van, szeptember 13-14-15-én kerül sor a szélvonapra, és természetesen a szélvonapnak egy nagyon izgalmas programot állítottunk össze. Egy új helyszínen, megújulva egy kicsit újdonságokkal, egy kicsit más nézőponttal. Mindig kell a frissesség. Igen. Mindig kellenek a friss ötletek. Ezen vagyunk, nagyon dolgozik rajta a csapat, nagyon egyeztetnek, tehát, és a helyszín maga a Szent István Park és a Várkert, az egy nagyon elegáns helyszín. Az nagyon most ilyen az egy nagyon szép, elegáns helyszín, és mi is az elképzeléseinkkel, annak a megtöltésével, betöltésével igyekszünk az elegancia felé, a szépség felé, a finomság felé haladni. Illetve azért nyilván nem titok, hogy szeretnénk lépéseket tenni afelé, hogy a szilvanap maga is fejlődjön, hiszen olyan szépen, ha megnézzük a szilvanap történetét, hogy honnan indultunk. Tehát ez olyan, mint amikor és bocsáss meg, hogy ez a hasonlat jutott eszembe, hogy amikor a kis szilva maga földbe kerül, ez pontosan nagyon hasonló. És akkor kijön belőle a pici kis fácska, és akkor az növekszik, és van egy hatalmas szilvafánk, amit már szüretelünk. Tehát én azt gondolom, ha a szilvanap történetét nézzük, az is valahogy így indult. Hogy valaki elvetett egy magocskát, elültetett egy magocskát, és egyre növekedett. És egyre több ágat, és egyre több termést hozott, és mi úgy gondoljuk, hogy nekünk kötelességünk és feladatunk az is, hogy ezt a fát mi jól gondozzuk, hogy minél több friss ágat. Nagyon fontos, köszönöm szépen, hogy hozzátetted, mert ugye nevében is benne van, hogy szilvanap, és én nem akarok senkinek reklámot csinálni, ezért neveket, címeket nem emlegetek, de jó néhány hasonló műfajú, vagy azonos műfajú gasztrofesztivált ismerek, és hát azért a mi szilvánk egészében, és ez a szilva kultusz megérdemli azt, hogy a szilva napon a szilva legyen a főszereplő. Tehát ezt most úgy értem, hogy lehet itt még gondolkodni azon, hogy azért vannak itt szilva lekvár őstermelők, meg a környéken is árusok, akik szilvával foglalkoznak, tehát meg jöhetnek Bőcskén, van bőven, lehet itt még bővíteni. Abszolút. Szerintem én azt gondolom, hogy ez az új helyszín, most ez majd új kedvet ad. Ez másfajta kedvet is ad, meg új kedvet is ad, és azt gondolom, hogy ez egy olyan helyszín, ami folyamatosan bővíthető. Tehát, hogy el kell indulni, meg kell határozni, és meg kell határozni a mihez képest, tehát a mi mellett, minek a mentén, azt mindenképpen, hova akarunk vele eljutni, és mik a tervek, tehát ez csak úgy lehet, hogyha az embernek most, amikor ezt elindítja, már megvannak a tervei a következő évekre, hogy mivel lehet bővíteni, hogyan lehet bővíteni, hogyan lehet még nagyobbá, még látványosabbá, még izgalmasabb, és még híresebbé tenni. Ez mindenképpen ennek ez lenne a célja. Tehát fogunk még erről beszélni. Jó kedvet csináljak mindenkinek a szilván kultuszához, ezt nem viccből mondtam, nézzük, hogy félreértsék. Néhány héttel ezelőtt egy Zalából ide származott, szóval egy nagyon szimpatikus fiatalember becsöngetett hozzám, és akkor arra volt kíváncsi, hogy a környéken látott néhány utcát, ahol gyönyörűek a szilva fasorok, és akkor erre volt a srác kíváncsi, hogy ez hogy alakult ki, mert hogy ő ilyen, ahonnan ő jött, ő nem látott ilyen gyönyörű szilva sorokat, és akkor minden érdekelte, hogy milyen fajta szilvát ültetnek itt a népek, hát mondtam neki, hogy hagyományosan ugye a klasszikus, a középkori hagyományokig visszanyúló besztercei a fő mutatvány, de aztán mondtam, hogy vannak természetesen ilyen divatrendi fajok, mint a Sterlésen hasonlók, de hát azért az igazi
Szarvosi Szilvalekpárnak beszterceiből kell készülni, aztán megnyugtattam, hogy nehogy a felvidéki beszterce bányára gondoljon, hanem az erdélyi beszterce. Igen, ott nehéz lenne. Igen, azért ott furi lenne. Aztán annyira érdekeltett, akkor hozzátettem, hogy arra feletett beszterce bánya környéken, a középkorban annyira imádták az alföldi szilvát, hogy úgy is hívtek a népek az asszalt szilvánkat, amit szekerszámra vittek a vásározók, hogy magyar szilva, mert hát ezt a fajtát innen tanulták el. Na, hát nézd, hát most nézzük ezeket, mi minden történik megint a városban, tehát hogy én azt gondolom, hogy tényleg mindig elfelejtjük azt, hogy el vagyunk kényeztetve kulturális szempontból és helyszínek szempontjából. El vagyunk kényeztetve, mert egyik hónapban ez, másikban az, közben 60 napon keresztül a zenepavilonban mennek az esti kis koncertek, az esti zenék, a színpadon, a színházban mennek a produkciók, megy 60 napon keresztül megy a kínálat, hogy folyamat, és közben, ha megnézzük ugye a kísérő programokat, az egész város él és mozog, mindenki pontosan valamilyen programmal, akár sportprogrammal, akár civil szervezet, akár társadalmi események, tehát folyamatosan, én ezt nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy, és ezt meg lehet szokni. Igen, hogyha az ember itt él, akkor ez igen. Olyan természetes. Igen. Tehát, hogy úgy megszokjuk, hogy nekünk ez van, és igazándiból mindig van valami. Igen. De ha körülnézünk, nem biztos, hogy a környezetünkben mindenütt máshol is ilyen természetes és ennyi sűrűséggel kínál a programot hétről hétre, hónapról hónapra. Vannak helyszínek, ahol nem tudom, van évente két nagy esemény, és akkor abba két nagy eseménybe teszik bele az összes energiájukat a szervezők, de azt ne felejtsük el, tényleg ne felejtsük el, hogy itt folyamatos programkínálat van. Tehát, hogy gyakorlatilag néha már el is gondolkodom rajta, hogy ez olyan, hál' Istennek, ez a mindennapi létünk része lett. És különböző típusú programok vannak, tehát hogy minden eseménynek megvan a maga programsora, tehát hogy nem mindig ugyanazt kínálni, nem mindig ugyanazokkal a lehetőségekkel élni, hiszen ha megnézzük, hogy van egy augusztus 20-ánk, akkor azt nyugodtan, én azt gondolom, tényleg nyugodtan állíthatjuk a központjába a családot. Abszolút. Nyugodtan, hiszen tényleg a haza család, tehát hogy nyugodtan ez a fajta ünneplés, de ha megnézzük a szilvanapokat, az már egy teljesen más típusú rendezvénysor, ahol a koncertek, ahol a zene, ahol a vidámság, ahol gyakorlatilag az a lényeg, hogy ne csak magunknak csináljuk, hanem megmutassuk a környezetünknek is, meg hogy ide csábítsuk a máshonnan érkező turistákat is. Ha megnézzük, hogy hogyan támogatjuk a zenét és a fellépőket a zenepavilonban, hogyan adunk nekik lehetőséget, hiszen nem csak professzionális énekesek és zenészek vannak, hanem számtalan nagyon tehetséges, idős, fiatal ember van, aki hobbiból, szeretetből, művészet szeretetből, zene szeretetből teszi a dolgát, vagy tanulja a zenét, tehát hogy azoknak is meglegyen a lehetőség, hogy bemutatkozzanak, hiszen ki tudja, miből lesz a cserebogár, meg egyébként is. Tehát, hogy minden helyszínnek megvannak a lehetőségei, és megvan az a színes paletta, hogy a társadalom legszélesebb rétege és a legszélesebb kínálat mutatkozzon be, és ezek szét vannak osztva ugye időszakonként. Tehát nem lehet mindig mindent egyszerre. Hát nem. Tehát ide akartam kiukadni, hogy én azt gondolom, hogy mindennek meg kell találni arányosan, és arculatot kell találni, hogy mi mentén fűzzük föl. Nekem tegnap voltak itt ismerőseim, vendégeim, akikkel beszélgettem, és pont ezt mondták, el voltak bűvölve, mert hogy a békesség szigetének érzik ők kintről megérkezve, és a nyugalom szigetének, ahol egyébként meg tele van mindenféle program kínálattal, tehát hogyha valaki tényleg aktívan akar pihenni, akkor meg tudja tenni, aki passzívan akar pihenni, az is meg tudja tenni. Igen. Tehát lehet választani, mert mindent kínál ez a város, és mondom, ezek a rendezvény helyszínek, tehát hogy a csodálatos vízi színházunk mellett most van egy másik rendezvény helyszínünk, ami egy teljesen más attitű, teljesen más érzelmeket vált ki, teljesen más helyzetet teremt, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon izgalmas. Néhány héttel ezelőtt én is hasonlóképpen jártam a nagyon kedves régi gyerekkori ismerőseim, családostól. Jöttek, és akkor ámulva hallgatták, hogy hát ez egy olyan zenepavilon, hogy itt a színházi idény egész évben.
Bizony. Csak mi megszoktuk, hogy ez van. Nekünk ez olyan természetes, mint ahogy nem tudom, az óra ketyeg, de ez nem ez egyébként nem egy természetes. Tehát néha gondoljunk arra, hogy ez nem feltétlenül természetes, mert akár lehetne ott egy zenepavilon olyan is, ahol nem tudom, hetente egyszer történne valami, de nem hetente egyszer történik, tehát hogy ezt mindenképpen erre gondolni kell. És mondom, hogy különböző helyszínek ezek, tehát különböző stílusú, típusú helyszínek, amik... Például, ha csak egy pillanatra visszatérünk, akár augusztus 20-ára, hogy ezen a helyszínen mennyire szép lesz ott a tó, a víz. Tényleg azt gondolom, hogy az maga megadja, maga a helyszín már egy attrakció, és ugyanezt gondolom a Szilvanapról is, hogy talán kevés olyan város van, amelyiknek van mondjuk gasztrofesztiválja, és át fel tud használni, akár azért is megyünk most, hogy egy ilyen környezetet, hogy egy ilyen környezetben tudja ezt a vigadalmat, ezt a sokasságot elhelyezni. Én azt gondolom, hogy legyünk nyitottak, legyünk kíváncsiak, legyünk támogatók. Legyünk mindenképpen. Igen, és a mi kis közösségünknek az érdekében. És örüljünk annak, hogy így el vagyunk egyeztetve. Tényleg el vagyunk egyeztetve. De az jó, az jó, az nagyon jó. Elkényeztetetnek lenni jó, tudod, a gyerek is szereti, a kényeztetik, mi meg a felnőttek is gyerekek. Nem beszélve arról, ha már említettük az ide látogató barátainkat, vendégeinket, hogy ezen programok mellett pedig tényleg a látnivalók sokasága várja, akár az arborétum, akár a Mini Magyarország, a Makacspar, a Munkpark, a múzeum, kiállításaiban, az alkotóház, a Történelmi Magyarország közepe, pontosan, ha csak oda kibiciklizik, vagy kisétál, rácsodálkozhat most, hogy egy kicsit, ha nem, még nem tartunk ott, ahogy szeretnénk, de azért azzal a négy gyönyörű zászlóárbóccal és romogókkal nagyon szép belsőséges hangulatot adunk a helyszínnek, és nem beszélve arra, hogy legyünk büszkék arra, hogy 10. parkként a Körösvölgyi Látogatóközpont várja a vendégeket. 10. nem jutott eszembe, nemzeti parkként jött létre a nagy melegbe, elment az eszem egy pillanatra, de egy a lényeg, hogy ez nem akármilyen nemzeti park, kedves nézők, ennek nem hogy országok belül, hanem a környező országokban is híre és rangja van. Tehát legyünk büszkék arra, hogy 10 éves az állatparkja, hogy megújult az a csodálatos kis kastély, a Csáki kastély, aminek néhány héttel ezelőtt ugye az utolsó lakó itt járt szarvosan az ünnepségen, havjáréva, és ajándékozott egy olyan káprázatos hímzett terítőt, amit szinte a világban nincs még ilyen, hát ilyen nincs másik, hogy 200 nemes politikus és híresség írta alá, és ők kihémjezték az ő családjuk folyamatosan. De ez csak egy, tehát a Körösmarost említettük, te említetted a Mini Magyar, hozzácsatlakozom, hogy az arborétum egész csodája, száraz magunkról beszéltünk, szóval lehet itt sétálni. Igen, és szolgáltatásokban is, én is azt gondolom, lehet, abszolút el. Igen. El lehet itt tölteni nagyon hosszú időt, úgyhogy az ember nem csinálja kétszer ugyanazt. Szőszmötölő tábor zajlik ezúttal az arborétumban. Már megszokhatták nézőink, hogy Lécsei Mónika szervezésével igen érdekes táborok zajlanak itt. Mónika, ennek a szőszmötölő tábornak is a nevében benne van az, hogy miről szól, de mégis milyen programokkal várjátok az ide érkező gyermekeket? Ez egy klasszikus kézműves tábor, azért neveztem el évekkel ezelőtt, és azért kapta ezt a jelzőt, hogy szöszmötölő kézműves alkotótábor, mert mindennel, amit össze tudunk hozni, össze tudunk szedni azokkal, mi barkácsolunk, szöszmötölünk szinte egész nap.
Minden napnak van 4-5 olyan tevékenysége, amit itt egy ilyen kis táblán ki is írunk a gyerekeknek, ami egy rövid idő alatt elkészíthető, kis tárgy, kis kabala, egy játék, amelyek a délelőtt során készülnek el. És minden hétnek, illetve hát ennek a hétnek van 2 projektje, egy hosszabb ideig tartó témája, amit pedig minden nap előveszünk, vagy többször előveszünk, vagy olyankor veszünk elő, amikor a gyereknek éppen kedve van, és a délutánba épül bele. Ezek most többségében olyanok, amikor ragasztani kell, valami alkotás van. A mögöttem lévő köteleken fák függenek, és a gyerekeknek különböző alapanyagok, technikák felhasználásával egy-egy fát lehetett elkészíteni. Ezeket főként festik, rajzolják, színezik, de mindenki a saját hangulatának, a saját kedvének, a saját színvilágának megfelelően. Majd pedig a sok fát egymás mellé helyezzük, és egy erdőt fogunk holnap képezni belőle. Mi lehet ez más, mint a pepikert, ami körbevesz bennünket ezen a csodálatos helyszínen. Akkor áll össze egy képpé, színesedik, és alakul ki ennek az egész tábori hétnek vagy milliónek a hangulata, és látjuk benne mindazokat a jeleket, és felismerjük a gyerekeknek az egyéni vonásait az erdő teljességébe. Ugyanilyen nagyobb projektünk, amikor dobozokban mini világokat valósítunk meg, és többen vannak, akik összeállnak ketten, hárman, és az itt található alapanyagokból, de aki mondjuk a dekorgumit szereti és szívesen használja, akkor a dekorgumi a papír felhasználásával készít egy nagy, egy mini makettet, lehet így mondani. Kétféle témát véltem felfedezni a heti munkájukba. Az egyik a tó, a tavat jeleníti meg, és a tó élővilágát készítik el benne. Mások viszont az erdő adta búvóhelyeket, és annak a fantázia világát jelenítik meg természetes anyagokkal, kérgekkel, mohával, lehullott termésekkel. Ez az, ami egész héten keresztül fut, és a napi munkákban, vagy a napi kézművességekben pedig a gyerekek életkorához, tudásához igazítom azt, hogy mi mindent lehet csinálni. Vannak egyszerűbb dolgok. Például most itt mögöttem egy egérke készül, hát méghozzá egérszalvétagyűrűt csinálnak, egyszerű nyírós, vágós technika és ragasztós technika, viszont a hátam mögött lévő asztalon egy ilyen tengeri emléket készítettek ma a gyerekek, amelyben komplexebben kell egy kicsit festeni, ragasztani, el kell képzelni, hogy milyen is lehet ez a tengeri élővilág. És ugyanilyen kicsit nehezebb, vagy munkásabb technika volt, amikor a hét során vartunk. És a varrással, a tűhasználattal azért egy kicsit bonyolultabb az életünk, de nagyon-nagyon szívesen fogadták ezt a gyerekek, ezért aztán 2 ilyen varrott kabalát is tudtunk készíteni. Egy egérke készülhetett el, gyönyörű aranyos fülekkel, többféle színben, majd pedig egy 2 napos áthúzódó projektünk volt, ez egy láma kabala lett, amelyben az öltés technikákat tanulták meg, hogyan kell kitömni, hogyan legyen jó füle a lámának, és még természetesen szőnyeggel is díszítettük a láma hátát, pomponokat ragasztottunk rá, úgy, mint ahogy mondjuk ez megjelenhet egy ilyen kis képen, egy figurán. Az látható, hogy több különböző korosztályú gyermek van itt a korosztályok, korcsoportok között van-e átjárás? Tehát mondjuk a kisebbek felkeresik-e az idősebbeket, hogy ezt mutasd meg, légy szíves, hogy hogy kell csinálni? Ez itt mindig nagyon jól működik, és tényleg most azért szoktam azt mondani, hogy a 6 éves kortól egészen olyan 14 éves korig jöhetnek a gyerekek, hiszen nincs, nem teszünk különbséget. A nagyok észreveszik, és már a segítő feladatba is belépnek. Most például, hogy én nem tudok ott az asztaloknál lenni, Iringó vállalta, hogy addig megmutatja, hogy hogyan kell a sablonok alapján az egeret elkészíteni, és ezáltal belevonódnak abba a segítő feladat körbe is. Ők egyébként ezt nagyon szívesen végzik, és vállalják is, mi több szeretik, hiszen azért nem árulok el titkot, hogy azok a fiatalok, akik a hátam mögött munkálkodnak, ők is valamikor szöszmötölő táborozók voltak, és már akkor is imádták, hogyha az ügyességükkel így kiemelkedtek egy kicsit, és a többieknek tudtak segíteni. Tehát ebben van egy fejlődési irány, és én azt gondolom sok élmény, hiszen azért vannak most itt, mert ezt ők is élvezik. 6 éves kortól, ahogy mondtam, 13 éves korig vannak most a diákok, de nagy az együttműködés közöttük. Tehát mondhatom, hogy egy igazán jó, kreatív kis csapat jött most ezen a nyáron össze itt a szöszmötölőben.
A legutóbbi alkalommal is arra kértek, hogy egy rövid mottót illesz ide a beszélgetésünk végére. Ezúttal sem lesz másképp. Ennek a hétnek, ennek a tábornak milyen mottót adnál? Meglepő a kérdés, de talán azt gondolom, hogy a változatosság, hogyha egy szót kell keresni, akkor a változatosság, mert hiszen változatosak vagyunk a témákban, hogy mit ölelünk fel, és mit hozunk be a gyerekeknek. Állatok, növényi dolgok, fantáziavilág, meseszerű dolgok. Változatos az alapanyag, amit mindig használunk. Változatosak ők maguk, hiszen nagyon sokfélék. És talán a környezet is nagyon változatos tud lenni, hiszen a szeles idő az egy jó kihívás egy asztalokon való kézműveskedéshez. Ha süt a nap és erős napsütés van, akkor kihívásokat ad számunkra, hogy gyorsan megszáradnak a festett gurigák, pálcikák és egyebek, de ellenben nehezen viseljük a meleget. Használjuk a vizet, fröcskölünk vele. Tehát a természet adta kihívások változatossága is itt megjelenik. Azt gondolom, hogy talán ez, mert a változatosság gyönyörködtet, mondhatjuk azt, és ez színesíti az egész heti programunkat, színesíti a dobozokban lévő alkotásokat, és szerintem a vakációt nagyon-nagyon színesíti. Biztos, hogy jó élménnyel távoznak innen majd a gyerekek. Ez az unikorn is elég nagy kihívás volt amúgy, de amúgy nekem nagyon tetszik. Ez ami a legjobban tetszik. Ez olyan jól sikerült. Meg van itt még a kezedben egy ilyen kis toltartó. Ez is nagyon-nagyon tetszik. Ez is. Ez mohával van borítva. Meg ilyen magyarónak a tetejével, meg ilyen kis törzsekből. Uh-huh. De ezt már a földről szedtem, nem a fáról. Uh-huh. És ezek a dolgok állhatók a te dobozodban? Meg csináltam egy ilyen kis csipes sárkányt. Ezt ma csináltam most. Ez se volt túl könnyű, őszintén szólva. Ezek a amik a legjobban tetszettek, meg a panda könyvig. Dánielból készítettem egy panda fejt. Ez is nagyon tetszik, még a láma is. Igen, őszintén szóval mindegyik tetszik.